Köszöntöm a kedves nézőket! Új emufuttatóval, madármegfigyelő ponttal és muflonkerttel bővült a Pákoscsukorói Arborétum és Vadaspark. A fejlesztéseket a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan adtak át. Az esti mérlegben ezzel a témával várjuk Önöket. Maradjanak velünk! A Bori Jenő általános iskola diákjai látogattak el a Pákoscsukorói Arborétum és Vadasparkba, hogy a Madarak és Fák Napját a fejlesztések átadójával ünnepeljék. A mostani 50 millió forintos beruházással több fejlesztés is megvalósult. Pákoscsukorói Arborétumot 1976-ban hozta létre a Mezőföldi Erdőgazdaság. Itt ebben a 96 hektáros mészekhegyi gyönyörű környezetben elsősorban szárazságtűrő növényekkel 111 fafaj lett betelepítve, és nagyon hamar a környező lakosság, a települések, iskolák közkedvelt turista helyévé vált az arborétum. Nagy lendületet kapott a fejlesztés 2016-ban, amikor a társaságunk vezetése elhatározta, hogy egy vadasparkkal bővítjük ezt az arborétumot, és akkor dámszarvasok, gimszarvasok, szikaszarvasok számára hoztunk létre természet közeli kertrészeket leválasztva bemutató helyeket. Ez is nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, és ez a nagy érdeklődés inspirált bennünket arra, hogy tavaly egy második ütemű fejlesztést is elhatároztunk, illetve megvalósítsunk, úgyhogy most emufuttatót, muflonkertet, vízi madár megfigyelő pontot és területet alakítsunk ki, és egy új madárröbdét, ahol még a páva vagy az amerikai vadpulyka is megtalálható. Mit kell tudnunk az emukról, hányan érkeztek, a muflonokról, hogy hányan érkeztek, hogyan kell elképzelnünk a madár megfigyelőt? Emuink Ausztráliából, nem onnan érkeztek, de egy ausztrál madárfajról beszélünk, 70 kilós egy ilyen futó madár, nevük is van, egy pár, Emő és Samu. Annyit kell róluk tudni, hogy 8-10 tojást, méregzöld színű, sötétzöld, hatalmas tojást toj novemberben a tojó, és a hím, tehát a papa költi ki, és ül több mint 8 hétig ezeken a tojásokon. Nagyon közkedveltek a gyerekek körében, nagyon szelidek, és ők is színesítik itt a bemutatásra kerülő állatokat. A muflonokat tetszett kérdezni. Muflonokat most Csehországból hoztunk, egy nagyon különleges helyről. Onnan származnak az itt bemutatott muflonok, ahonnan a világrekord muflon csigával rendelkező kosok is származnak. Azóta nagy örömünkre szaporodott az állomány, megellettek most tavasszal a gyerkék, és több mint 17 darab kis muflon bárányt lehet most már megfigyelni az anyajuhokkal együtt. És akkor milyen lett a madár megfigyelő, mivel gazdagodott a tó és környéke? Az arborétum területén mindig is található volt egy kis tó lent a tulajdonképpen a játszótér közelében. Ezt alakítottuk most át egy olyan vízimadár megfigyelő helyé, amin a legkülönbözőbb a Velencei tó környezetében is élő, megtalálható, védett vagy nem védett madarak is bemutatásra kerülnek. Egy kis fotóbungi, egy fotóhely is kialakítással került egy stég végén, ahol akár csoportosan, akár egyénileg is közvetlen közelről lehet megfigyelni ezeket a vízimadarakat. Azt szeretnénk, ha hozzátok hasonló egészséges magyar gyerekek határoznák meg mind Magyarország, mind Európa jövőjét. Nem más úton szeretnénk
a magyarság életét elképzelni. Ezért is örülünk minden olyan kedvezményezésnek, kezdeményezésnek, ami nektek, gyerekeknek és az utókornak szól. Az utókornak, de ugyanakkor a jelenkornak is, hiszen napjainkban, hál' Istennek, megfordulni látszik az a rossz tendencia, hogy egyre kevesebb időt töltünk a természetben, egyre kevésbé ismerjük magát a természetet. Azon túl, hogy az egészséges életvitelünkhöz ez mindenképp hozzátartozik, olyan páratlan kikapcsolódási lehetőséggel bír ez számunkra, amely adott esetben otthon a számítógép nyomogatása vagy a PlayStation előtt ülve nem biztos, hogy megfelel. Annak idején 2000-es évek elején, amikor az első főiskolai tanulmányaimat megkezdtem, az akkori egyik tanárunk elrettentő példaként ismertette, hogy milyenek a mai fiatalok. Sokan azt gondolják, hogy a szarvas és az őz az egy pár. A szarvas a fiú, az őz a lány. És az igazi megrökönyödés az akkor következett, amikor a teremben lévő felhördülés, ez azt mutatta, hogy a jövő értelmisége, az ott helyet foglaló százvalahány diák kétharmada is azt gondolta, hogy a szép nagy izmos szarvasnak a szép kecses őzike a párja. És aztán csak halba tortán, hogy amióta gyermekeim vannak, én magam is találkoztam olyan Bambi mesével, amely szintén így ábrázolja az állatvilágot. Azért is örülök az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseknek, amit itt a Vadex megvalósít, mert akik ide érkeznek, gyerekek ide érkeznek, azok biztosan számos ismerettel fognak rendelkezni, de ilyen alapszintű ismerettel biztos, hogy ezt meg fogják tanulni, hogy két külön állatfajról van szó. Egyébként nagyon szemléletes és jó ismertető-szemléltető rendszer dolgozott ki a Vadex, az állatok patáitól kezdve a szaporodás idején tanúsított hangokig. Nagyon érdekes és élvezetes gyerekeknek, felnőtteknek ez a park. Utolsó, de számomra talán legkedvesebb minőségemben, pedig azért örülök ennek a fejlesztésnek, mert sukorói lakos és családapa vagyok jó magam is. Korábban is rengeteg időt töltöttünk itt az arborétum fái között. Amióta gyerekek vannak, még többet szeretünk ide járni, kikapcsolódni, és amióta pedig ez az állatvilág, ez a vadaspark itt létrejött, azóta pedig a gyerekeket nem is kell noszogatni, hogy elinduljunk, hiszen mindannyian szeretnék szarvasokat látni, etetni. Nekünk is ez jó, hogyha ti is tudjátok, gyerekek, hogy itt éltek, a Velencétó környékén ennek az embernek a nevét, Csárnál Istvánnak a nevét mindenképpen meg kell jegyeznünk. Mert őnála a nagyszerű természetgyógyász kevés volt ebben a hazában. Sajnos egy olyan ember volt, aki tevékenyen részt vett a természet alakításában. És hogyha egy hátra nézek az erdész és vadász urakra, akkor bizony nagyon fontos azt így kiemelnünk, hogy Csárnál István egész életútja és életpályája annak a bizonyítéka, hogy a természetvédelem, a vadászat, a vad és erdőgazdálkodás az kard-karba öltve tevékenykedett, és ez így van jó ma is. Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben valójában az igazi természetvédők, az igazán a természetért tevő emberek azok, akik képesek gazdálkodni, akik a gazdálkodás közben képesek megőrizni a természet értékeit, akik egyébként mindazokat a feladatokat ellátják, amit a természet, mint hogy mégiscsak mi vagyunk a tápláléklánc csúcsán, ezt ne felejtsük el, ezt sokan elfelejtik, amit a természet egyébként teljesen természetes módon az emberre bízott. Csernál Istvánnak körülbelül egy évtizeddel ezelőtt megjelentek a vadásznaplói. A vadásznaplóiból kiderül, hogy ő rendszeresen vendégeskedett a Meszlenyi családnál Verencén, és a Meszlenyi család vendégeként sok más jeles úrral, képviselővel, közéleti emberrel, természetvédelemügyiért elkötelezett emberrel közösen vadászatokat szerveztek. Pontosan tudjuk azt, hogy melyik vadászattól, melyik vadfajból, hány esetben, nagyon precízen vezette ezt Csernál, és annak a szerepét és hatását is látjuk, hogy ezeknek a vadászatoknak, a Velencétó környékének alakításában milyen hatása és milyen szerepe volt. Úgyhogy ezt a nevet jegyezzétek meg, és hogyha Gárlonyban sétáltok, akkor két dolgot mindenképpen érdemes megnézni. A róla elnevezett út mentén a Velencei-tó partján az egyik, az a gyönyörű szép szobor, ami
néhány évvel ezelőtt állítottunk, Kontor András szobrászművésznek Csernát ábrázoló alkotása, és a másik pedig a már említett madárvárta, amely az ő általa indított gondolatok mentén tesz a Velencétől környékének madárvilága megismertetéséért. De hát nem állhatunk meg Csernánnél, hiszen ezt az 1902-es Párizsi Egyezményt és az első Csernán által megszervezett Madarak és Fák napját követte egy nagyszerű politikusnak a tevékenység, akit úgy hívnak, hogy Apponyi Albert. Jövő évre gondolva és lélekben is készülve nem árt az ő nevét sem megígyezni, mert Apponyi Albert ugyan kétszer volt vallás- és közoktatási miniszter 1906 és 10 között, majd 1917 és 18 között, megjegyzem nektek, hogy egy kiváló Fejér megyei földbirtokos, egy Zicsi nevű földbirtokos követőt 1918-ban a vallás- és közoktatási miniszteri székben. Na minden esetre ennek az Apponyi Albertnek a nevét elsősorban onnan kell ismernünk, hogy 100 évvel ezelőtt a gyalázatos végkimenetelű párizsi béketárgyalásokon, ahol Magyarország kétharmadát igazságtalan módon elcsatolták ettől a hazától, a tárgyaló delegációt, a magyar politikai tárgyaló delegációt Apponyi Albert gróf vezette, aki egyébként kora egyik legnagyobb formátum és legnagyobb műveltségi politikusa volt. Na ez az Apponyi Albert volt az, aki 1906-ban rendeletet alkotott, és ebben a rendeletben éppen Csernán nyomán és az 1902-es Párizsi Egyezmény nyomán tulajdonképpen jogszabályi szintre emelte Madarak és Fák napját, azaz a természetvédelemnek ezt a fontos, szép ünnepi alkalmat. A fák és növények közelsége egy parkban, erdőben, kint a zöldben eltöltött fél óra már is kicseréli az embert. Felidíti testünket és lelkünket. Rádöbbent, hogy mobiltelefonok, wifi kapcsolatok, Facebookok és egyéb digitális tévolyok nélkül is van élet. Sőt, az állatok társasága és közelsége pedig hasonlóképpen pozitív hatással van ránk. Nem véletlen, hogy Márai Sándor híres füves könyvében a következő kép fogalmazza az állatokról. Ne szégyeld te azt, ha szereted az állatokat. Testvéreink ők, és ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember. És értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért, de egy állat mellett mindig jó társaságban maradsz, és Isten tudja ezt. A látogatók Emőt és Samut, a két emut az új futtatóban ismerhetik meg. A kiránduló csoport tagjainak nem csak az emuk tetszettek. Én az állatokat szeretem, és hát ezt meg is kaptam, mert ugye a pávák a nagy kedvenceim a madarak csoportjából, és hát ez nagyon tetszett benne, hogy ilyen sok madárfajta meg állatfajta itt van. Itt a madárlás is nagyon szép volt, de ott a madárreptető az is az nagyon szép volt, főleg ott az a pávák és a fácánok, és szerintem jó, hogy így gazdagodott, mert így sokkal több minden érdekesség is van, és sokkal több minden állatot meg tudsz nézni, mint mondjuk egy sima erdőbe vagy valahol. Fejér megyének mit jelent ez a most átadott beruházás itt a Pákos-Sokorói Arborétum és Vadaspark területén? Fejér megyének amúgy is egy nagy kincse a Pákos-Sokorói Arborétum, emellett számunkra a gyermekeink jövője, a jövőjüknek az építése mindig célkitűzés volt. Ez egy olyan fejlesztés, ami közelebb hozza a gyermekeinket a természethez, természettudatos életmódra neveli őket, megismertet az élővilágot, a növényvilágot, ezért mindenképpen egy nagyon fontos fejlesztés. Külön köszönet a Vadex ZRT-nek, aki évről évre olyan közjóléti beruházásokat hajt végre a megyénkben, amely a megye lakosságát szolgálja. A Pákos-Sokorói Arborétum
az egyik legfontosabb természetvédelmi területünk a Velencei-tónál. Évről évre több turistát vonz, és ráadásul, amit a biciklút érinti és az arborétumot, azóta nagyon sokan megállnak a nem tudatosan ide érkező vendégek közül, hanem a biciklisták közül is. Éppen ezért a mostani fejlesztés, azaz a vadaspartnak a bővítése az óriási nagy előrelépés. Számos Magyarországon, a Kárpát-medencében található és ismert nagy vadat nézhetnek meg közelről a látogatók, különösen a gyerekeknek lesz ez izgalmas csemege, de olyan fajtákat is, amelyek egyébként nem őshonosak a Kárpát-medencében, ilyen például a japán szikaszarvas, ami nagyon szép szarvasfajta. Tehát örülünk annak, hogy a Velencei-tó környékének turisztikai kínálata ilyen gazdag programmal bővült. Mit jelent a térség életében, hogy a Pákoscsokorói Arborétum és Vadaspark bővült, nem is kis mennyiségű állattal? Én egy kicsit messzebbről pillantanék erre. Szerintem az ország életében is fontos, hiszen a Pannonia szíve és a Velencei tó a turisztikai vonzereje az egyre nő, és abban nagyon jelentős szerepe van magának a tónak, és a Mészekhegynek is, hiszen itt több látványosság is van. Ma éppen a Arborétum Vadaspark egy új beruházását, új elemeket, amelyek az ide látogatókat még inkább vonzani fogják. Rakhattok alá a földet, meg kicsit. Gyere, segítsen! A Madarak és Fák napja alkalmából a madárröpdék közötti területen egy juharfát ültettek a megye politikusaival közösen az általános iskolás gyermekek. Kedves nézőink, az esti mérleget látták, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra!